Sokat gondolkodtam azon, hogy töröljem-e a Változás kulcsa című videómat, és amikor megnéztem, hogy hát hogyan fogadtátok, akkor megdöbbenve láttam, hogy néhányan tetszikeltétek, és senki sem nem tetszikelte. Tehát nem volt dislike, pedig én pont az ellenkezőjére számítottam. Annyit azért elárulok, hogy amikor visszahallgattam, mivel hát nyilván minden videómat, mielőtt feltöltöm, azelőtt meghallgatom, amit is mondtam, mert hát érdekes módon elég más hallgatni, mint mondani. Meg hát sok esetben nem is emlékszem arra, hogy mit mondtam. Tehát jó esetben úgy jönnek a szavak, és hogyha bátor vagyok, akkor kimondom. Esetleg még az elmével hozzáteszek ezt azt, hogy érthető legyen minél többek számára, nem csak annak az egynek, kettőnek, akinek amúgy is érthető lenne. De szóval visszahallgatva egész más szokott lenni. És amikor visszahallgattam ezt a videót, akkor hát tapasztaltam azt, hogy ez nekem is ugyanúgy szól természetesen, mint ahogy minden videóm szól magamnak is, és talán mindenkinek minden videója és minden előadása, könyve, stb. A saját magának is szól. Vagy az is lehet, hogy elsősorban saját magunknak szól, mindig, amit mondunk. És az első talán 100 videóm leírásába oda is írtam, hogy minden videóm magamnak is szól. De hát ez természetes szerintem, szóval mindenki magából indul ki. Minden belőlünk indul ki, amit tapasztalunk. Tehát akárhogy is nézzük, amint bent, úgy kint. Tehát ugye egyrészt kifele hatunk, másrészt amit kint látunk, az igazából a belsőnknek a tükröződése. Pontosabban azt vesszük észre kint, ami bent is megvan. És ahogy Szűcs Karcsi, más néven Ez van Karcsi mondta, hogy ugye minden előadásból vannak dolgok, amiket értünk, van, amire emlékszünk, van, ami megragad minket, stb. Talán azt is hozzátette, nem tudom, hogy azt értjük meg kint, ami már bent is valamennyire megvan. Tehát nyilván az én mondandóimból is annyit értesz meg, amivel már te is valahogy találkoztál valamilyen formában. Tehát amiről nincsen tapasztalatunk, azt nem értjük. Amiről van, ha csak egy kicsi tapasztalatunk is, akkor értjük meg azt, hogyha valaki arról beszél. Ugye? Tehát, hogyha mit tudom én, mondjuk valaki még soha nem vezetett autót, annak hiába beszélnek az autóvezetésről, igaz? Mert igazából neki az csak egy elmélet. Tehát nem nincs belőle gyakorlati tapasztalata, és nem jelent számára semmit. Vagy mit tudom én, hiába beszélnek neki a gyermekszülésről, hogyha ő még soha nem szült gyermeket, akkor nem tudja igazából, hogy miről beszélnek.
Tehát addig egy ilyen elmélet csak. Na hát lehet, hogy most épp nem jó példákat mondtam erre, de talán érthető. Lényeg az, hogy természetesen saját magamnak is szólnak a videóim. Volt nagyon kevés videóm, de volt, amelyeket sokszor meg is hallgattam, mert fontos volt az, hogy újra és újra emlékeztessen az, ami benne van valamire. Illetve hát nagyon sok ilyen emlékeztető kis cetlit is írtam magamnak az elmúlt 10 év, vagy nem tudom hány év alatt, amit az asztalomra kitettem, tehát magamnak így emlékeztetőnek. Olyan dolgokat, amik hát igazából a videóimban is vannak. De hát igazából mondtam ezt én sokszor, hogy én is járok jelenleg ezen az úton, és nem vagyok a végén. Tehát járok jelenleg azon az úton, amiről beszélek. Sőt, az a jobbik eset, amikor járok, már rosszabb esetben leléptem róla, sajnos nagyon sokszor. És rengeteg hibát elkövettem ebben az inkarnációmban, és a mai napig is. És sose állítottam be magamat többnek, mint bármelyikőtök. Volt néhány közületek, aki úgy írt rólam, vagy úgy jellemzett, vagy úgy véleményezett, hogy én egy ilyen beképzelt, nem tudom ki vagyok, és így írta nekem, hogy mit képzelek én magamról, meg hogy jövök én ahhoz, hogy videókat készítsek, meg stb. Na most, ez azért furcsa, mert rengetegszer elmondtam. Rengetegszer mondtam, beszéltem hibáimról, elkövetett hibáimról, negatív tulajdonságaimról, stb. Tehát szerintem ezek az illetők saját magukból indulnak ki, vagy nem tudom, valami nagyon piszkálta az ő csőrüket, amit én mondtam. Na, hát 100 szónak is egy a vége. Az a lényeg, hogy végül is azért nem töröltem ezt a videómat, mert hát ha nektek ennyire tetszik, akkor, vagy hát ennyire gondolom, hogy adott valamit, hasznos volt, akkor hát fent hagyom. Mert hát egyikőtök mondta a minap, hogy hát hogy jövök én ahhoz, hogy itt ezért osztogassak nem is tanácsokat, hanem hogy én megmondom azt, hogy ti mit csináljatok. Hát szerintem abszolút nem erről van szó. Ha valaki ezt így veszi, akkor most mondom, hogy ne így vegye. De hát szerintem nagyon egyértelműen, és sokszor elmondtam ezt is, hogy nem erről van szó. Hanem egyszerűen a tapasztalataimat, gondolataimat, információimat adom tovább. Ugyanúgy, ahogy te is, amikor beszélgetsz egy barátoddal, rokonoddal, ismerősöddel, akkor te is a tapasztalataidat, gondolataidat, információidat adod tovább. Csak amikor én ezt elkezdtem, 2011 végén, akkor nekem egyszerűen nem volt kinek elmondanom, mert mindenki közölte velem, hogy erről nem akar ő hallani. Tehát akik addig a barátaim, ismerőseim, rokonaim voltak, ők azt mondták, hogy ne beszéljek ilyenről. Kész, pont. Nem akarnak erről hallani. És ez volt az egyik ok, amiért én diktafonra mondtam, illetve később a kamerának mondtam el. És akkor így azt hallgatja meg, aki akarja. Tehát ezt is elmondtam sokszor, és mégis minap újra valaki ezzel jött, hogy jövök én ahhoz, hogy itt megmondjam, hogy ti mit csináljatok. Hát
Szerintem abszolút nem ezt mondom, hogy ezt csináld, azt csináld. Nekem igazából tök mindegy, hogy mit csináltok. Ez a temető téma is, ami ebben a videóban a talán fő téma volt, ez is igazából évek óta. Én erre nem mondtam semmit. Mondták rokonaim, hogy mennek a temetőbe, nem mondtam rá semmit. Mert figyelj, most én úgyse tudok abba igazából beleszólni, hogy mit csináljon ez a 8 milliárd ember. Igaz? Annyit tudok csinálni, hogy én elmondom, hogy én hogy látom a dolgokat, aztán kész. Azt, úgyis azt fogják csinálni, amit ők akarnak. Na. Szóval, számomra hasznos volt visszahallgatni azt a videót, mert nekem is szól, mert én sem azt csinálom, amit kéne 100%-osan. Úgyhogy nekem is egy jó emlékeztető. Úgy láttam, hogy nektek is. Úgyhogy fennmarad. Ennyi. Mert azt is kérdezte tőlem valaki, hogy miért nem törlöm akkor ezt a videót. Aztán mondtam neki, hogy hát úgy látszik valaki számára hasznos. Hát gondolom, hogy azért tetszik el, mert hasznos volt a számára. Na hát ennyit erről.